Ezek a Bereg-Daróczi szövetvirágok az Értéktárbizottság legutóbbi ülésén kerültek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek listájára. Az Értéktár folyamatosan szervez kiállításokat, melyekkel nem csak a megyékben élőkhöz, hanem az ország különböző részei mellett a határon túliakhoz is el akarják juttatni a helyi nevezetességeket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Értéktárbizottságnak a megbizatása lejárt, az 5 éves megbizatása, és ezért volt szükség arra, hogy most a bizottság tagjainak az újraválasztása megtörténjen, és ezzel élvezze a lehetőséggel a megyei önkormányzat és az Értéktárbizottság tagjai arra az álláspontra jutottak, hogy szeretnék rugalmasabbá, aktívabbá tenni a bizottság munkáját, és ezért a viszonylag magas létszámot, bizottsági létszámot egy kicsit lecsökkentettük. A bizottság taglétszáma így szeptembertől 12-ről hétfőre csökkent. Az újonnan megválasztott testület az első ülésén rögtön 3 új értékkel bővítette a korábban 35 tagú értéktárat. Az egyik érték az a Szabolcs Néptánc Együttesnek a munkássága, amely azt hiszem, hogy abszolút indokolt, hogy az értéktár tagja lett. Ennek nagyon örülünk, hogy beérkezett a javaslat. A második az a Tarpai Citara zenekarnak a kulturális tevékenysége. Őket szintén nem kell bemutatnunk, Szabó László tanár úr, azt hiszem, hogy olyan értékmentő és értékvédő munkát végez a Beregben és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely mindenképpen kiemelendő. Ezt a megyei önkormányzat egyébként el is ismerte a megyenapon egy megyei kitüntetéssel is. És a harmadik, amely hozzám talán a legközelebb áll, hogyha ennyi megengedhető, az a Bereg-Daróczi vászonvirág. Baracsi Endre a sajtótájékoztatón kiemelte, bárki ajánlhat megyei értéket a bizottságnak, amire az értéktár honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével van lehetőség.